tegnap is volt boros témánk, ma sem múlik el enélkül a ma este. Megy a szüret, ilyenkor az M1-en is többször foglalkozunk ezzel a témával, borokkal, szőlővel, birtokokkal, mert hogy éppen ez jön most, az év legszebb szőlőbirtokadíj nyerteseit megnevezték több kategóriában, tehát a kis, közepes és nagy birtokoknál is. Hallhatjuk, hogy mi alapján dönt ilyenkor a zsűri. Bazai Zsófia, Bor és Piac magazin főszerkesztője az egyik, illetve Liszkai Mihály borász a másik vendégünk. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Jó Liszkai kívánok. Úr a kisbirtok kategóriában győztes, gratulálok már most. Zsófia, szoktam mondani, hogy úriember ízlésről nem vitatkozik, és mivel úgy tudom, hogy a borászok, a borszeretők között nagyon sok úri hölgy és úri ember van, ezért valószínűleg fel kellett állítani egy szempontrendszert, ami alapján válogattak. De mi volt ez? Így van, egy nagyon komoly 100 pontos szempontrendszerünk van, hiszen a szőlő a legfontosabb kultúrnövényünk, és a legrégebbi is, és a kultúrtáj legfontosabb alkotó eleme. Ez tulajdonképpen egy borturisztikai díj. Ezért a hangsúly az a borászaton van, és magán a szőlőn, a szőlőültetvényeken. A bor, a vendéglátás, a kommunikáció és a harmónia szintén nagyon fontos tényezők, de ezek valamivel kisebb súllyal esnek latba. De elsősorban a külcsínt vizsgálták ilyenkor? Elsősorban a harmóniát. Uh-huh. Vizsgáltuk azt, hogy mennyire áll harmóniában maga a birtok a környezetével, a tájjal, hogy esetleg biogazdálkodást folytatnak-e, hogyha oda megy egy turista, mennyire szívesen barangol magán a birtokon, esetleg milyen extra szolgáltatásokat vehet igénybe. Azt olvastam, nem jártam még Liszkai úréknál, de azt olvastam, hogy ez egy, az önök birtok egy pici Toszkána a Káli-medence szélén. Mi nem azt hiszük, hogy picit, mi azt hiszük, hogy nagyon. Erről sok vita van. Hát tényleg, amikor olasz vendégek térülnek be hozzánk, az első, Toszkána. Mondom, ez Magyarország, de nekik ez már egy összehasonlításként, igen. Mert itt Toszkánában megszokott növényfajtákkal nem díszítették. A kilátás, a Káli-medencének a hegycsúcsai, a tanúhegyek, az egész atmoszféra. Igaz, én behoztam egy pár ciprusfát oda, még hoz egy kis stílus, de már az előtt is, ennek ez volt a háttere, de különben a környéket úgy hívták a római időkben, hogy Tusculanum. A római birodalomnak volt egy része, és már annak idején a vörösbort innen a rómaiak kapták, Köveskál környékéről adóhelyet borral tudtak fizetni. Én nem voltam ott, biztos jó volt, de hát. Yeah. 2015-ben, ha jól tudom, akkor egyszer már közönségdíjjal jutalmazták, ugye, jól mondom? Igen. Most viszont megnyerte az első helyezettnek járó elismerést. Azóta fejlesztett? Nem. Nem, talán most a jobban figyeltek. És azóta megjöttek a Toszkán. Tehát 15-ben is járt volna. Azóta a Toszkán hangulat talán a ciprusfákkal azután jött. Aha. De ez egy nagyon kényes téma, sok honfitársam azt mondja, hogy merem kimondani ezt, hogy miért, hogy Toszkán. Mondjam azt, hogy Monoszló, mondom, a New Yorkban hogy mondom egy embernek az, hogy Monoszló? Azt mondja, hogy mi az? Hát mondom, ez hasonlít valahova Toszkánhoz, és talán már hallott arról, hogy mi az, hogy Toszkána. A nyertesek nem csak dicsőséget szereznek, hanem jogot is arra, hogy használják az elismeréssel járó titulust korlátlan ideig az évszám megjelölésével. Ez forintra váltható? Biztosan. Mi bízunk benne és hiszünk benne, hogy a borturisták, a bor iránt érdeklődő fogyasztók felkeresik ezeket a birtokokat, és idén már három kategóriában adtuk ki ezt a díjat. Magyarország legszebb szőlőbirtoka a kisbirtok kategóriában, középbirtok, illetve nagybirtok kategóriában. Liszkai úrról azt olvastam, hogy egy nagyon eltökélt ember, és nagyon tud küzdeni, akár éveken keresztül is, hogyha hisz az igazában, és ezért terem most ott a terület 95%-án kék szőlő, ugye? 95%-án kék szőlő. Mert hogy a hegybíró nem akarta elhinni, hogy ott ez megterem. Ő nem azt nem akarta elhinni, nem akarták megengedni. Ugye történelmileg az filoxéra után itt csak fehér szőlőt telepítettek. És amikor jöttem én arra, hogy kék szőlő, hát a hegybíró az szédületet kapott, és a minisztériumi engedéllyel tudtam, mint kísérleti település
telepítés, kékszőlőt telepíteni. A kísérlet pedig bevált. Zsófia, most már fél évtizede osztják ki ezt az elismerést, de van egyfajta rálátásuk a birtokokra. Mi a tapasztalat? A külcsíny az tükrözi az ott készülő bortermékek minőségét? Természetesen van összefüggés. Nagyon kevés esetben láttuk, hogy ezek nem korrelálnak egymással, de természetesen most is a másik két kategóriában nyerteseiknek is országos szinten is a legjobb borok közé tartoznak a borai, például a Tifán pincészetet biztos mindenki ismeri, hiszen Tifán Ede bácsi nyerte el elsőként az év bortermelője díjat 91-ben, illetve a nagy birtok kategóriában pedig a disznókőszőlő birtok és pincészet, aki egy francia cégcsoport tulajdonában van, és az egyik legkiemelkedőbb minőségű tokai aszúkat és tokai szárazborokat készítik. Liszka úr gondolta arra esetleg, hogy kisbirtokról egy picit nagyobbra terjeszkedjen? Nem, én vagy azt... marad a családiasnál? Egyelőre 10 hektár az nekem egy elegendő valami. Nem vagyok már 20 éves, de hát talán ez is közben játszik. Hogy 10 hektár az ami céljainknak megfelel. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, gratulálok az elismeréshez. Köszönjük. Köszönjük szépen.